Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. A 8. hullám indul augusztus 13-án, és eltart augusztus 25-ig. Ezek a hullámok vagy rezgések, frekvencek a maja kalendáriumból jönnek. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám. Az mindig eltart 13 napig. Ez olyan, mint nálunk a hét. Mint mondtam, augusztus 13-án indul egy új hullám, és e felett, a hullám felett ebb uralkodik. Nem csak ezen a napon, tehát augusztus 13-án, hanem 13 napon keresztül érezzük a hatását. Ebb lefordítva azt jelenti, hogy egy út, egy irány. Itt változásokról van szó. Itt döntéseket hozhatunk, hogy hogyan tovább, melyik irányba szeretnénk lépéseket tenni. Nem csak erre utal ez a hullám, hanem arra is, hogy mi az, amit meg kell, hogy valósítsunk az életünkben. És hallgatni kell a lelkünkre, a belső hangunkra. Ebben a hullámban feltehetjük a kérdést, miért születtünk meg? Mi az, amit itt meg kell oldani? Milyen leckéink vannak? Milyen sors kihívás? És hogyan tudnánk ezen változtatni? Melyik irányba kell, hogy tekintsünk? Mit tudunk javítani az életünkben? Itt döntéseket hozunk, egy új irányba tekintünk, és a következő hullámban megvan arra a lehetőségünk, hogy ezt megvalósítsuk. És ez volt ez a felvételem. 8. hullám indul augusztus 13-án a maja naptár szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!